A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon, idézte Albert Camus a világhírű francia író 56-ról írott szavait Gyürk András, a Magyar Néppárti delegáció vezetője Brüsszelben a forradalom 55. évfordulóján rendezett megemlékezésen. A magyarok nyomorúságuk, láncaik és számizottségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk. A szabadságot, melyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk. 55 évvel ezelőtt Magyarország a félelem országa volt. Erről már Rétvári Bence államtitkár beszélt, aki a Magyar Hullám Közéleti Társaság által rendezett ünnepség szónoka volt. Mint mondta, félt mindenki, ki a padlássöpréstől, ki az elhurcolástól, a kínzástól, féltek templomba járni, féltek szabadon beszélni. Volt, aki a bélistázástól félt a félelem Magyarországán, hogy elveszik a jövőjét. Ő maga nem vállalhat tisztességes módon vezető munkát, a gyermeke nem tanulhat tovább. Volt, akinek a félelme az anyagi világra terjedt ki, nem tudja megélhetését biztosítani, hiszen az akkori tervgazdaság körülményei között a jólét elképzelhetetlen volt a szélesebb néptömegek számára. Az 56-os forradalomra még sokan emlékeznek Nyugat-Európában. Az egykori pesti srácoknak is köszönhetjük a ma Magyarország iránt megnyilvánuló rokon szenvet. Az emlék ébren tartása a mai élők felelőssége, mint ahogy az is, hogy megmutassuk a külföldnek a kommunizmus rémtetteit. Ezt, ha 56 nyomdokain, vagy más úton módon, múzeumok, tárlatok, ismeretanyagok segítségével mi magunk nem mutatjuk be, soha nem fogják megismerni, és soha nem fogják megtudni azt, hogy a két totalitárius diktatúra épüljön akár egy osztályelméletre, akár egy fajelméletre, de miféle pusztításokat végzett itt Európa keleti felében. Az 1956-os forradalom hatása ma is érezhető, külpolitikánkban és gazdasági kapcsolatainkban is. Mivel ma is léteznek a világban diktatúrák, 56 öröksége alapján tudjuk, hol kell választóvonalat húzni. Ha mi magyarok elvártuk, hogy segítsenek rajtunk, ha mi magyarok úgy gondoljuk, hogy a szabadságot innen is meg kell védeni, akkor most sem csukhatjuk be a szemünket a világ azon felé élő emberekkel szemben, akik most is elnyomásban élnek. Amikor nemzetközi kapcsolatainkat kialakítjuk, figyelemmel kell lennünk nem csak az érdekre, hanem az értékeinkre is. Amikor kialakítunk kereskedelmi vagy más megállapodásokat, én úgy gondolom nekünk, pláne 56-ra visszaemlékezve, 56-ra gondolva, október 23-a évfordulójára készülve, mindig figyelembe kell vennünk, hogy abban az államban az alapvető emberi jogokat miként tartják be. Rétvári Bence végezetül felidézte a 100 éve született Reagan elnök mondását, aki arra figyelmeztetett, hogy a szabadság mindig csak egy generációnyira van a kihalástól. Mivel a szabadságot nem lehet vérünkkel vagy génjeinkkel átörökíteni a következő nemzedékre, minden nemzedéknek meg kell küzdenie érte. Ha egy generáció nem küzd meg a szabadságáért, ha egy generáció nem védi meg a szabadságát, meghalt a szabadság. Az ünnepség második részében Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt díjas népdalénekes adott koncertet, az elhangzott énekeket több évszázad magyar népzenei kincseiből és több európai népzenéjéből válogatták.